szépen. Talán. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit az Észáron rendezvényünkön. Külön tisztelettel és szeretettel köszöntöm Baross község polgármesterét, Várnai Róbertet és feleségét. Nagy tisztelettel köszöntöm körünkben megjelent Varga Gábor országgyűlési képviselőt, Cece polgármesterét. A képviselőtestület meghívott tagjait, akik elfogadták meghívásunkat, Fehérvári József alpolgármestert és feleségét. Szászló Jósot, az Oktatási Bizottság elnökét és feleségét. Mezei Zsolt képviselőt és feleségét, akik együtt tanít nekünk a tévét, vagy a rendbenünket. Köszöntöm baráti civil szervezetek vezetői, Szikera Ferencné Marcsi, és úgy volt, hogy jön a férje is, de valahol úton van. Nem fog idejönni. Megyesi Sándort, a Naplemet, Megyúkias Egyesület, Gyermekét és Majd tisztelettel köszöntöm dr. Gáncs László háziorvos egészségügyi programjaink támogatóját. Kampai Építés Viktoriát és Férjét, akik évek óta előzhetnek. Köszöntöm Ponce Mária dalkörvezetőt és Pernát. Nagyon köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat és felültöltük ezt az estét. Külön köszöntöm Bölnöni Erzsébet újságírót, hogy elfogadták a gyermek. És hát köszöntöm zenészünket, reméljük jó hangulatot fog majd csinálni nekünk később. Akiket még meghívtunk, nem azért nem jöttek el, mert nem szeretnek bennünket, hanem egyéb elfoglaltságukban, például a Darabos doktor úr konferenciámban Pesteten. Azért, ha Tóth Géza meg azt mondta nekem, elárulom nektek, hogy vidáman kezdjünk, vagy ha csütörtökön lenne, akkor éppen el tudna jönni ide a másik napokon. Akkor én jó estét kívánok mindenkinek, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. Nagyon nem fogom én elmondani országgyűlési képviselő úrnak a tevékenységét. Minden esetre nagy öröm számomra, hogy elfogadta a meghívást, és itt van közöttünk Varga Gábor országgyűlési képviselő, a Cece város polgármestere. De még mielőtt én átadnám a szót, csak néhány szóval szeretném köszönteni a kedves Nyugdíjas Egyesület lakságát. Nekem úgy tűnik, hogy ha tegnap lett volna, és már megint itt vagyunk, nagyon gyorsan megy az idő, nem tudom, hogy ki hogyan érzi, és ráadásul mindig tartalmasan telik el az az egy év, amit úgy megünnepünk november végén. Én látom azt, hogy a tagok változatlanul mosolyognak, jól érzik magukat, és feltehető az is, hogy majd ugye itt a férfiakkal néhány pohárból meg fogunk inni, és kénytelenek leszünk táncolni. Annak ellenére, hogy inkább beszélgetnénk, és ugye szokásoknak megfelelően a hölgyek be fogják mondani a férfiakat is, mert újabban úgy tűnik, hogy az idősebbeknél is ez a szokás. A fiataloknál is egyébként, ahogy elnéztem, úgyhogy akkor ezek szerint itt mindenki fiatal. Köszönöm. És nem szaporítom a szót, mert ugye a jó beszédnek az a lényege, hogy rövid legyen, és nagy tisztelettel átadom akkor a lehetőséget, amit csak van. Polgármester úr, a Fekő asszony, sok szeretettel köszöntök mindenkit.
Elsősorban, hogyha rám néznek, akkor ne egy országgyűlési képviselőt tessenek látni, hanem egy 27 éves tagsággal író tetői nyugdíjas. És 18 éves annan egy művelődési ház vezetésével bíztak meg, és a helyi nyugdíjas klub agilis vezetője avval kezdte a belépőjét, természetesen 18 évesen engem belépített a nyugdíjas klubba, és azóta is rendszeres tagja vagyok, és ez gyakorlatilag abban merül ki, hogy minden évben azt a havi 100 forintot elkérik tőlem, és ezt boldogan fizettem be, hiszen én is, mint ahogy a polgármester úr, gyakorlatilag egy-kétszer tudok csak egy évben találkozni a nyugdíjasainkkal. Azt minden esetben meg tudom állapítani, hogy kevés ilyen nagy létszámú nyugdíjas klub van az én területemen, talán csak a Sárógárdi, de az is csak azért, mert legalább négy nyugdíjas klubhoz tevődik össze, és amikor ilyen idősebb világnapja van október 1-én, akkor mindig összehívja a polgármester úr, és együtt ünnepelnek. Ami még az első benyomásom itt a nyugdíjas klubban az, hogy találkozunk férfiakkal. Isten éltesse őket. Ugyanis nagyon sok nyugdíjas klubot, és ehhez tartozik a cecei is, sajnos férfiak nélkül kell látnom. Itt azért hála Istennek látom, hogy nyugdíjas tagságok benne vannak a férfiak, úgyhogy felkérem a hölgyeket, hogy nagyon vigyázzanak az urakra. Az urakat mert természetesen arra, hogy a hölgyekre. És hogyha a polgármester mondta, hogy itt majd lesz még tánc is, akkor én azt gondolom, hogy a férfiak azok az alsó nemet felkötetik. Mert ha mindenki végig akarnak táncoltatni, akkor bizony sokáig fog tartani ez a mai mulatság. Én köszönöm szépen, hogy meghívtak erre az ünnepségre, erre az éves összejövetelükre, és nagyon örülök, hogy itt lehetek, és ha bármilyen gond problémájuk van, akkor én azt gondolom, hogy ez a nyugdíjas klub, ez mindig megoldást talál arra, hogyha eljönnek egy kicsit elfelejteni minden bújukat, bajukat. Polgármester úr, egy kicsit arra szeretném kérni, hogy azért a civil szervezetek közül ezt a nagy létszámú nyugdíjas klubot a lehetőségekhez mérten próbáljon meg továbbra is támogatni. Én pedig a nyugdíjas klubnak abban az esetben, hogy ha erre Budapesten járnak, akkor felajánlanám, hogy nagy szívesen látom önöket a parlamentben. Ez azért is egy furcsa dolog, mert ha csak úgy jönnek el a parlamentbe, hogy nem szólnak előtte, akkor azért fizetni kell, hogyha pedig előtte egyeztetünk, akkor a vendégeiként természetesen ingyenesen jöhetnek be, és ha ott vagyok, akkor egy kalózolásra is vállalkozni. Úgyhogy én kérem azt, hogy éljenek a lehetőséggel, és látogassanak meg bennünket. Kicsit a parlament körül most van egy felfordulás, hiszen a Kossuth teret átépítjük, de pár hónapon belül egy gyönyörű térrel fog rendelkezni Magyarország fővárosa és Magyarország is. Köszönöm még egyszer, hogy itt lehetek, és nagyon jó estét, szép estét kívánok önöknek, és kérem, hogy érezzék magukat jól, és hát nagyon sok és szép táncot lejtsenek el, őket a közösen. Köszönöm szépen. És a meghívást is köszönjük szépen, valószínűleg majd megbeszéljük a esténünk a lehetőséggel, ha még nem volt esetleg a parlamentbe is szívesen megvenne. Nagyon szépen köszönjük. És most szeretném, ha meghallgatnátok Szél Lászlóné előadásába április Lajos kérés az öregségekhez színű versét. Ezzel fogunk emlékezni azokra a társainkra, akik ott nem lehetnek közöttük. Nem kell. Áprili Lajos, kérés az öregséghez. Öregség, bölcs fegyelmezője vérnek, taníts meg,
hogy csendemhez csendben érjek. Ne ingerelj panaszra vagy haragra, hangoskodóból halkíts hallgatagra. Ne legyek csacska fecskéhez hasonló, ritkán hallassam hangom, mint a hollé. A közlékenységnek kutyát tömd be bennem, karthauzi legyek a cella csendben. Csak kukdácsoló patakok csevegnek, folyók a torkolatnál csendesednek. Ments meg zuhatak szájú emberektől, könyvekbe táplált szó rengetegettől. Csak gyökeres szót adj, s közel a véghez egy pátosztalan, furta szó elég lesz a túlsó partot látó révülésben, a készen vagyra ezt felelni. Készen. Ezzel a kis verssel emlékeztünk azokra a társainkra, akik elmentek közülünk. 104 tagból 81-en vagyunk, úgyhogy elgondolkodtató, és kérlek benneteket, hogy gyertek a nyugdíjas klubba, és érezzétek jól magatokat, és segítsünk egymásnak, mert olyan hama vége van egyik pillanatról a másikra. Először szeretnék egy kicsit a 2003-as évről beszámolni. 2013-as évről, hogy elnézést kérek. Az idei évben is megtartottuk a közgyűlésünket, mely egyben tisztújító is volt. A tagság továbbra is bizalmat szavazott az elnöknek, a gazdaságvezetőnek és egy vezetőségi tagnak. Valamint két új vezetőségi tagot választott, Tokaj János és Bárdos János néhelyett, akik egészségi állapotuk miatt nem vállalták tovább a feladatot. A régi új vezetőség úgy gondolom bevált, nagyon sok program valósult meg az idei évben is, és azt tapasztaltam, hogy a tagság a vezetés mellett állt minden alkalommal. Nagyon köszönjük! Egy kicsit többször kellett vezetőségülést tartani, szám szerint kétszer is összedugtuk a fejünket, ugye azért meg kellett szokni egymást, és többet meg kellett beszélni. Programunk az év elején kiadott terv szerint valósult meg, persze évközben még jöttek hozzá meghívások, ötletek, amit nem hagyhattunk ki. Volt azért, ami elmaradt, például a kerékpártúra, séta, segítés az időseknek a kedve, tehát egy-két olyan dolog azért, és főleg pont ez az egészség életmódhoz tartozott volna, de majd bepótoljuk. Mint tudjátok, szervezetünk célja a magyar kultúra ápolása, azon belül is a hagyományőrzés, hagyományteremtés. Ennek szellemében rendeztünk farsangi mulatságot, versünnepet, barátságnapot, népdalkörök találkozóját, mártonnapi igazságokat, hagyomány az évi négy vacsora, születés és névnaposok köszöntése, részvétel a civil napon, a születi mulatságba való bekapcsolódás, a francia Mikulás fogadása, bucabuza ültetése és karácsony ünnepsége. Népdalkörünk és verszerető tagjaink nagyon sok rendezvényen vettek részt. A dalkör, megyei Ki mit tudon, pünkösdi dalos találkozón, felléptek a megyei anyák napi ünnepségen, a seregélyesi nyugdíjasok születésnapi programján, a hantosi falunapon, Kunszent Miklóson a kunságnapokon, legutóbb a hantosi népdalkörök találkozóján, és készülünk bemutatkozni a francia Mikulásnak. Versmondóink is nagyon szép sikereket értek el a Ki mit tudon, versünnepeken képviselték egyesületünket Rácalmáson, Kulcson, Nagyvenyimen, és az itthon megrendezett költészetnapi ünnepségen.
November 14-én két versmondónk, Szél Lászlóné és Szél Andrásné képviselte a megyét Budapesten a vers, próza és mesemondók 14. országos találkozóján. Mindketten elismerő oklevelet vehettek át. Nagyon fontosnak tartjuk idős korban az egészség megőrzését, ezért kétszer voltunk gyógyfürdőben, és kétszer volt orvosi előadás, az egyiken dr. Gáncs László, a másikon dr. Fekete Borbála volt a segítségünkre. Nagyon köszönjük, számítunk továbbra is támogatásukra és előadásaikra. A Dunaújvárosi Kórház egészségesebb lakosságért pályázatába is bekerültünk dr. Darabos Zoltán doktor úr által. Hát ezzel a pályázattal egy kis gondunk van, 940 000 forinttal támogatná a Dunaújvárosi Pályázat Egyesületünket, de itt most még nem tudtunk megegyezni, hogy milyen formában legyen ez, hogy lesz majd megvalósítható, úgyhogy polgármester úrtól kaptunk ígéretet, hogy a jövő héten összeülünk, és akkor megbeszéljük, hogy milyen formában tudnánk ezt megoldani, hogy mégis megvalósuljon. Nagyon szép programot, reméljük, hogy megvalósul. Nagyon várjuk, ugye? Igen, nagyon várjuk. Nagyon várjuk. Intézményeinkkel és civil szervezeteinkkel nagyon jó a kapcsolatunk. Részt veszünk a 7 színvirág tehetségprogramban, meghívnak konferenciákra, mi pedig a hagyományőrzés területén működünk együtt, így meghívtuk a barátságnapra az óvodai néptáncosokat, és együtt ünnepeltük a Márton napot az óvodában. Hát természetesen ez jövőre tovább fog bővülni, majd kitaláljuk, hogy hogyan. Az iskolával is nagyon jó a kapcsolatunk, a Széchenyi héten süteményeket sütöttünk, meghívtuk a néptáncosokat és népdalénekeseket a népdalkörök találkozójára, teret adunk a tehetségek bemutatkozásának. Hát ezt a feladatot vállaltuk a tehetségprogramban. A Varacsi Társas Kör meghívott bennünket a disznótoros összejövetelükre, tagjaink közül kiutazhattak általuk kertébe, mindig részt vesznek legnagyobb rendezvényeinken. A Naplemente Nyugdíjas Egyesülettel közös kirándulásaink vannak, nem csak fürdőkbe, hanem az idén eljutottunk velük Budapestre a Nemzeti Galériába, általuk vettem részt egy magyar-svájci konferencián Hévízen, kölcsönösen meghívjuk egymást ünnepségeinkre. Baráti civil szervezetek is meghívnak bennünket, Nagyvenyim, Kulcs, Rátszalmás, Őszi Rózsa, Húzavirág, Dunaújváros, az Őszi Rózsa és Húzavirág, Dunaújváros volt. Természetesen mi is visszahívjuk, illetve hát azért csináljuk a barátságnapot, ugye, hogy akkor lássuk vendégül ezeket a baráti szervezeteket. Az önkormányzat által szervezett fórumokon, kerekasztal megbeszéléseken igyekszünk részt venni, feladatot vállalni a programokból. Hát a legutolsót említsem, a szemétszedéskor felajánltuk, hogy kis uzsonnával várjuk azokat, akik dolgoztak. Ugye mi nem akartunk az ákokba csúszkálni, de én azt hiszem, hogy ez egy jó ötlet volt, hogy az önóba bejöttek, akik végeztek, és ott egy kis fogácsával, de még ilyen zsíros kenyérrel, úgy emlékszem, az nagyon kapos. A megyei szervezet értekezletein is részt veszünk, lehetőség szerint. Tudjátok, hogy Fehérvár azért elég messze van, ha Sándor megy, akkor biztos tőlünk is megy valaki, verőkocsival szokott menni. Hát különben nem nagyon szoktunk elmenni. Az idei évben, idősek világnapján a megyei szervezet díszoklevelét vehettük át, a már évek óta sikeresen megrendezett népdalkörök találkozójáért. Pancika föláll és megmutatja, jó? Meg hát már körbeadtuk, hogy... Mindjárt belépek a képbe. Köszönjük! Majd még meg lehet nézni. Körbejártunk. Igen, már körbeadtuk, igen. De azért meg is mutatjuk. Nagy örömmel olvastuk a Dunaújvárosi Hírlapban, hogy egy kedves tagunk, Bor János, Dunaújvárosi díjba részesült. Szívből gratulálunk, abszolút. Köszönjük.
Igen, ő neki két vagy három könyve is megjelent, nem tudom pontosan, hogy mennyi verseket ír, és mindenféle kis maradék anyagokból szobrokat csinál mindent, tehát ő egy nagyon jó lelkű kis emberke. Egy rövid versét szeretném azért felolvasni, hogy ő milyen ember, mert ez szerintem nagyon tükrözi. Haragból kicsendül az embertelen, gyűlölet csak a gyávába terem. Én emelem hangom a rosszal szemben, jónak dallamát fülemben érzem. Legnagyobb bátorság, szeretni mindent, ontani szívből a melegséget, meglátni, tisztelni mindig a szépet, ápolni örömmel emberséget. Jellemző rá. Mielőtt rátérek arra, hogy ki mindenki segített, és milyen volt a pénzügyi helyzet, azért szeretném elmondani, hogy mik lesznek még az idén, ugye, mert hát még van november vége és december. Folytatódnak a programjaink. November 28-án az Őszi Rózsa Nyugdíjas Egyesülethez vagyunk hivatalosak. November 29-én a tehetségnap lesz az óvodába, oda megyünk, és meghallgatjuk, hogy esetleg fülelünk, hogy még mit tudunk majd segíteni. December 2-án Agárdi Gyógyküld mutatná be egy hölgy, az egy hétfői nap, 3 órakor 2-án, hogyha eszetekbe jut, akkor szeretettel várunk benneteket. Nagyon jó dolgok vannak, hogy milyen kedvezményeket lehet ott igénybe venni. December 5-én jön a francia Mikulás, és Marcsika elvállalta a citelásunk, dépdalkörvezetőnk, hogy eljön hozzánk, és szeretnénk bemutatkozni most már fellépő ruhába és egyebekbe a franciáknak. Remélem, jól sikerül. December 13-án, ez pénteki napra esik, plusz a búzát vetnénk, vagy ültetnénk, hát így is mondják meg úgy is, úgyhogy majd gyertek az önóba. Tavaly is volt, ugye? Oda tettétek a karácsony falá? Igen. És december 16-án lenne a kiskarácsonyi ünnepségünk. Falukarácsonyunkra Németh Mihályné vezetésével készül az irodalmi szakkör egy betlehemes játékkal, tehát nem ugyanazt vinnénk, amit tavaly, hanem egy kicsit egy régebbit felelevenítünk, és reméljük, hogy annak is nagy siker lesz majd. És most rátérnék, mindig igyekszem elmondani mindenhol, hogy legnagyobb támogatónk Baracs község önkormányzata. Az idén is megtapasztalhattuk segítő szándékukat a népdalkör működtetésének támogatásával és a Száde reklám szerződés tekintetében. Ezen kívül a Vörös Kereszt, szükség esetén a Baracsért közalapítvány és baracsi magánszemélyek is támogatják egyesületünket. Minden évben évzáró rendezvényünkre meghívunk egy-egy támogatót, hogy megköszönjük ezt a segítséget. Hát az idén a Tóth Gézát hívtuk, amiről elmondtam, hogy csütörtökön eljött volna, és a Dalkai Hincési Viktoriát, aki a gyönyörű emléklapokat készíti, most már évek óta. Igyekszünk jól gazdálkodni a pénzünkkel, néha megijedünk, ugyan miből is fogjuk megvalósítani ezt a rengeteg tervet, mikor ugye évelején egy ilyen jó nagy hosszú listát írunk, hogy mi mindent szeretnénk, aztán úgy jön a segítség, úgy változik. A tagdíjon kívül az önkormányzati támogatás, az adó 1%-a az idén például, tavaly 110 ezer volt, most 146 ezer, pontosan nem tudom. Aztán ez a reklám is, nagyon szépen köszönjük, hogy lehetőségünk volt reklámszerződést kötni a polgármester úr javaslatára. És természetesen a tagság nagyon sok munkája, felajánlásai egy-egy nagyobb rendezvény alkalmából. Igyekszünk támogatni olyan programokat, amelyen sokan vesztek részt. A vacsorákat támogatjuk 4 alkalommal. Ha emlékeztek rá, a télen a Vasas Néptánc Együttes évfordulójára 31 színházi jegyet támogattunk, 2 fürdést is támogatunk 50-50 fővel, aztán a kisebbeket is, farsangot, karácsonyt és egyéb néphagyományos rendezvényeket. Tehát visszaforgatjuk a pénzt a tagságra végül is, ha értitek, hogy mit akarok mondani. Az idei évben olyan sok felajánlás érkezett,
Hát itt azért csak elmondom, hogy zöldség, burgonya, bor, pálinka és nagyon sok sütemény. Ezt mind ti hoztátok és ajánlottátok fel. Nem kellett volt itt venni, ezért úgy láttuk, hogy köszönetképpen az utolsó összejövetelünk vacsora költségét még jobban megtámogatjuk, ezért a mai vacsora csak 500 forintba került nektek. Remélem örültetek. Igen. Végignéztük a névsort, és azt a vezetőséggel végignéztük a névsort, és azt láttuk, hogy nem igen találunk olyan embert közületek, aki valamilyen módon ne segített volna. Természetesen van, aki sokkal többet is tesz, azoknak meg szoktuk külön is köszönni. Az idén is így tesszük. Ha emlékeztek, 2008-ban folytatva elődeink jó elgondolását, minden évzáron egy-egy kis ajándékcsomagot adtunk át annak, aki hosszú időn keresztül nagyon sokat tett az egyesületért. Az élet azt hozta, hogy kistérségi és megyei szintű rendezvényeink nagy mértékben sikeresek és látogatottak, ezáltal a munka is sokkal több lett, és hogy igazságosak legyünk és belátható időn belül köszönetet mondhassunk, a sok évi munkáért nem egy, hanem 4 ajándékcsomagot szavaztunk meg tavaly és az idén is. Úgyhogy szeretnénk ezt most átadni, kihívom az Erzsikét meg a Juliskát. Hát Várocsi Józsefné Marikának, aki nem tudott eljönni, mert biztos hallottátok, hogy a sógornője tegnap elhúnyt, és pedig nagyon készült és vártuk volna, és Kalász Józsefné Erzsikének, Kis Ferencné Terikének és Tudák. Nagyon, a Klárika már meg is mondta, igen, főzheti jövőre is a kávét, és az Erzsikék pedig nem is tudom, tán 10 éve is, vagy már több is állandóan árulják a tombolát, minden egyes rendezvényre sütnek, vállalnak feladatokat, úgyhogy úgy döntött a vezetőség, hogy most őket jutalmazzuk. De mindenki számon van tartva, mert igen, mert számon kell azt tartani, hogy ki mikor meg hol és nem mi. Tudjátok, hogy hal is fár. A vezetőség javaslatára egy üvegitalt szeretnénk átadni Szél Lászlónak és Meszter Jánosnak a sátort megerősítő munkáért. Információ, hogy olyan nagyon szuper munkát csináltak, hogy a sátorban nem veszed, hogy baj. Nagyon köszönöm szépen a munkádat, János. Lasszony, nem látjuk, hogy nyugodt lesz. Szeretnénk virágot átadni Németh Mihályi Ancikának az irodalmi szakkör vezetésére. Emlékeztek a gyönyörű versünkre biztosan. Nyájan, és most felvállalta a karácsonyi Betlehemet. Nagyon köszönjük neki. Sok szeretettel állítottunk Kádért. Polgármester úr Bárdos János Januskát szeretnék megajándékozni az Egyesület javaslatára, Aniska februárban. Na, nem tudom, hogy gyere, Aniska.
neked a sokáig. Sajnáljuk, hogy a betegsége miatt nem tud olyan nagyon a finom, de így is ilyen szűk mindig. Ha nem tud, éppen köszönöm. Erzsike minden konferenciára szinte, meg mindenhova ő hozza az információkat, és hát a telefonon köszönöm. Meg a szervezőn. Jó, majd akkor kérdezem tanulni a feladatokat, külön megbízásokat kap, és belejött már. És akkor nagyon üveges testünk. És hála Istennek nagyon kritikus is, mert akkor abból tanulunk, ugye legközelebb jobban csináljuk. Köszönjük szépen! Most egy kicsit ugye fordított volt a felállás, mert ugye először szoktunk műsort adni, de hát majd most kérdezem szóra a műsort. A műsorral szeretnénk kedveskedni vendégeinknek, szeretnénk kedveskedni a majdan születés és névnapjukat, majd mikor megköszöntjük őket, de ez itt most középpen lesz, jó, hogy minden jó legyen. Először Vida Marikát kérem meg, hogy mondjál a gyönyörű versét, az örök fiatalság. Köszönöm. Még mielőtt a Marika idejön és elmondja a versét, én szeretném megköszönni a Piroskának az egészségügyi helyen. Szépen szól a szilajkinom harangja,
Bekár gyerek a bokor a hallgatja. Jobb lett volna az éjszaka aludni, mint a vár megye tömlött szépe ülni. Látott pajtást, ahol jön a vár megye, fegyverünket hajítsuk el messzire. Jobb lesz kissé, megvergék a hátunkat, mint hogy vasba felé gyenge karunkat. Jobb lesz kissé, megvergék a hátunkat, mint hogy vasba felé gyenge karunkat. Yeah.